Sokat kinn alszik, mire zsákba kerül, vallják a gazdák, akik reggeltől estig kint vannak most a földeken, s takarítják be a családtagok vagy a munkások segítségével a kalocsai fűszerpaprikát. Kalocsa környékén még lehet látni néhány településen vagy kinn a határban pirosró földeket, de egyre kevesebben vetik el tavasszal a magokat. A vetőmaga, műtrágya, a locsolás, a kapálás, a szedés költsége csak emelkedett az elmúlt években. 10-20 évvel ezelőtt szinte nem volt olyan falu itt a környéken, ahol ne lett volna több család, akik paprika termesztéssel foglalkoznak. Akkor jobbára kalákában szedték le a termést, ma már nem napszámot kapnak a paprikaszedők, hanem teljesítményük után fizetnek a gazdák. Már ahol még a kézi munkát részesítik előnyben, hiszen mint annyi minden, ez is gépesíthető. A 10-20-30 hektáron paprikát termesztők azt részesítik előnyben. A 18. században jellemzően még csak fűszer és gyógynövényként használták a piros paprikát. A 19. század második felétől vált kereskedelmi cikké, miután a távolabbi régiók is megszerették. 1 kg fűszerpaprika szárítmány előállítása meghaladhatja az 1000-1500 forintot. Az import paprika féltermék ára ettől jóval alacsonyabb. A hazai piacon jobbára családi gazdaságokból lehet kizárólag magyar származású fűszerpaprikához jutni. Erre azonban még néhány hetet várni kell, hiszen a most leszedett paprika csak szárítás és őrlés után kerülhet azokhoz a családokhoz, akik meg tudják fizetni a jó minőségű, intenzív ízű, illatú és aromájú piros paprikát.